Ez alkalommal a Székesfehérvár mellett található Kégöl kastélyhoz látogatunk, melyet 1876 és 1878 között Kégöl György, országgyűlési képviselő építette. Az épületet Hausmann Lajos tervezte neoreneszáns stílusban. Halastavat és kápolnát is létesítettek, a kastély főhomlokzata előtt márványszökőkút állt, ennek medencéje még mindig látható. Egykori park ma már csak árnyéka önmagának, ahogy a kastély is, amit a II. Világháború után mezőgazdasági célokra használtak. A tetőszerkezet lecserélése némiképp reménykeltő lehet azok számára, akik még sokáig gyönyörködni szeretnének szépségében.